Talán tökéletesen észrevehető volt, hogy mennyire hasonlít ennek a nyitánynak a melléktémája, a 9. szimfónia ismert örömódájára. Talán az sem véletlen, hogy éppen a mi Istvánunkról jutott Beethoven eszébe ez a gyönyörű. Ugorjunk történelemben 200 évet előre, zenetörténetben pedig pontosan 50-et, 1861-re, amikor Erkel Ferenc a Bang-Bandt megkomponálta. Biztos, hogy talán még a jelenleginél is érdekesebb politikai idők lehettek, amikor Bánkbán a magyarság nevében föllépett. De minket tulajdonképpen már csak történelmileg érdekelhet az, hogy valóban a hálószobájában, vagy talán mégiscsak inkább a Pilisben végezték ki Gertrudist, hogy Bánk ezt saját kezével tette, vagy sem. Nos, ez azt hiszem ma már nem annyira érdekes. Ami minket ebből érdekel, az Erkel Ferenc gyönyörű zenéje, amelyből a méltán világhírűvé vált Hazám, Hazám című áriát élvezhetik most Fekete Attila hős tenorján. Száműzött kivándorol a sűrűjén át, s vad fergetegben nem leli vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyom, hogy árván egyedül, s úgy tépik őt az orkor, mint az önpád itt belül. Csak egy nagy érzés éltetett sok a gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmaradt. Most mind a kettő orvosra vár, s még itt több rendelem. Hazám urít a szent ködél, elvíz becsületem. Te szent
hogy kihívják még egyszer. Hölgyeim és uraim, maradunk 1861-ben. Mellesleg azért elég nagy tett kellett, hogy legyen ezt az operát színre vinni a Hajnau és a Bach korszak után. De hogy mi köti össze a következő darabbal ezt a gyönyörű áriát, nos az évszám. De hogyan kerül ide Schönberg? Nos úgy, hogy Brahms 1861-ben komponált G-moll zongora négyesének teljes anyagát Schönberg zenekarra átültette. Ebből mi az abszolút könnyen megállapíthatóan magyaros utolsó tételt játsszuk el. És nagyon kérem, hogy Brahms után talán ezért a hangszerelésért avassuk már Schönberget is, aki ugye tőzsgyökeres bécsi volt, de tiszteletbeli magyarrá. Thank you.
Köszönjük. Köszönjük szépen. El is hiszem, hogy Schönbergnek tetszett ez a darab. Én is meghangszereltem volna, hogyha más Schönberg nem tette volna meg előttem. A következő számunk viszont Brahmsnak már egy érettebb periódusából származik. Biztos, hogy ismerik. Ez volt tehát Brahms első magyar tánca. 21 van ezekből, 21 magyar táncot komponál Brahms különböző témákra. Érdekes megjegyezni, hogy csupán egy olyan téma található e között a sok téma között, ami Liszt Ferencünk is feldolgozott. Ez a tolnai lakodalmas csárdás. Pont ezt a magyar táncot nem fogjuk eljátszani, hanem majd egy későbbi alkalommal. Minden esetre áttérnék a magyar Brahmsra, aki nem más, mint Dohnányi Ernő. Őneki a Ruralia Hungarica című művéből fogjuk a második tételt eljátszani. Dohnányi egy meglehetősen
megkérdőjelezett, nem azt mondom, hogy megkérdőjelezhető, megkérdőjelezett politikai figura volt. De úgy érzem, hogy ezeket a kérdőjeleket azok tették föl, akiket irritált Dohnányi tehetsége és muzikalitása. Most tehát hallgassák meg a Ruralia Hungarikából az azonos hangnemű G-moll második tételt, és döntsék el, hogy tulajdonképpen mivel írt magyarabb zenét a többi magyarabbnak kikiáltott komponista? Már is folytatjuk, kedves közönségünk, nem mondom meg, ki a szerző. Thank you.
szenvedik, ugye? Gondolom mindenki kitalált, a Bartók Béla művéről volt szó, a 15 magyar parasztdalból a régi táncdalok című ciklust hangszerelte meg maga Bartók. De nem is beszélek tovább, folytatjuk a koncertet. Innentől kezdve olyan mindegy már, hogy ki mikor írt, milyen politikai körülmények között írt. A jó zene a fontos, nem? Ez volt a Brahms 10. magyar tánc. Most pedig a 21-eset, az utolsót szeretnénk eljátszani, mégpedig Antonin Dvorák átiratában, zenekari hangszerelésében. Dvorák annyira belelkesült a Brahms magyar táncoktól, hogy mindjárt 5 darabot is meghangszerelt ebből a 17-estől a 21-esig. Úgyhogy azt hiszem, hogy Schönberg után Dvorákot is ezen a kapcsolat révén tiszteletbeli magyarra avathatjuk. Ezzel a darabbal valahogy a G-tonalitásból átléptünk E-tonalitásba. És mivel Liszt Ferenc nem hiányozhat, neki van egy gyönyörű hangszerelése egy mindenki által közismert magyar indulóból. Hallgassák szeretettel! Thank you.
Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, ki hiányzik? Kodály! Úgy döntöttem, hogy hangszeres műve helyett, mert Kodály inkább a vokális műfajokat preferálta, hangszeres művében csak olyat tudtunk volna játszani, ami ugyan uszkve 30-40 perc, ezért úgy döntöttem, hogy egy gyönyörű népdal feldolgozását, a Csitári hegyek alatt címűt választom. Hallgassák szeretettel Tokod Ilonával. Thank you.
Hölgyeim és uraim, meglehetősen előre haladott az idő, zárószámunkhoz érkeztünk. Azok közül, akiket a magyar zene megfogott, megbabonázott, megbűvölt, a franciák még hiányoznak. Hector Berlioz már a kezdet-kezdetén elvarázsolódott a magyar zenétől, elsősorban Liszt Ferenctől, aztán magyarországi utazásai révén hallotta a Rákóczi indulót, amelynek nem tudott ellenállni. Íme. Thank you.
Köszönjük. Nagyon köszönjük! Hölgyeim és uraim, ahogy az előbb jeleztem, ugyanez volt a zárószám, nem is lehetne méltóbban befejezni egy koncertet, de muszáj, hogy megismételjem, akik esetleg nem hallották. Az általunk felajánlható bevételét ennek a koncertnek az Árviszkáros útak javára ajánljuk föl, sőt, hát ez talán nem egészen illendő közölni, de a zenekar berkeiben egy privát gyűjtést is indítottunk az Árviszkáros útak javára. Most ráadást adunk, mert érzem, hogy anélkül nem fogunk mi elmenni innen. Ugyanakkor nehéz volt olyan magyar témájú darabot találni, amely tulajdonképpen minden kritériumnak megfeleljen, mégis egy kicsit más, mint a többi. Ilyen ifjabb Johann Strauss Éljen a magyar című gyors polkája, amelyet ugyan a kiegyezés után komponált, de ifjabb Johann Strauss a magyarok iránti szimpátiáját már korábban sem rejtette véka alá. Olyan időkben, amikor ez bizony Berlioznak, Brahmsnak, de még Lisztnek is igen veszélyes volt. Úgyhogy hallgassuk szeretettel az Éljen a magyar című gyorspolkát, és utána éljenezzünk.